először azt akartam mondani, hogy Duyven Budéval egy közös DJ-ük van, de őnekik mindannyiuknak úgy látszik közös DJ-ük van. Össze lehetne így a triumvirátust kötözni, aztán elküldeni őket egy hardcore techno buliba. Nem hollandok véletlenül? És hát láthatjuk, hogy George Noble is nagyon kellemes népviselet, de még szerencsé, hogy mellette Batar Bogdanov Daniellának nem kellett felvenni a bajon rittyentőt, úgyhogy ő azért mégiscsak kényelmesebben érezheti magát. No tehát, egy amerikai holland, legalábbis ami a hivatalos állampolgárságokat illeti, hiszen Van Dongen bár holland származású, de amerikai állampolgár. Mary van Peer neve nem lehet ismeretlen a magyar dárcosok számára, már csak azért is, mert a 2013-ban megrendezett, mégpedig Keszthelyen megrendezett ifjúsági Európa bajnokságon tagja volt az ifjúsági holland válogatottnak, olyannyira, hogy csapatban és párosban meg is szerezte az első helyet, ha minden igaz, ha igen, jól emlékszem. Akkor is 14-ben is. És ugyan egy évvel később pedig Bécsben megismételték ugyanezt. Ugye az egy nagyon-nagyon erős holland válogatott volt akkor Quim Westerrel, aki azóta sajnos már eltűnt a dartsból, nem foglalkozik vele, de Colin Roelofs is abban a csapatban volt, és hát ugye Barry van Peer. Úgyhogy igen, tehát nem ismeretlen a fiatalember, mert tényleg még mindig egy fiatalember számunkra. Jules Van Dongen pedig már többször bizonyította az elmúlt European Tour fordulókon, amikor sikerült neki kvalifikálnia, hogy bárki számára tud kellemetlenséget okozni. Arra leszek majd igazából kíváncsi, hogy Van Peernek az akadása az mennyi problémát jelent. Na, sokat nem. Egyelőre 140-nel kezd. Úgy tűnik. Volt egymás ellen mérkőzésük? Nem volt egymás ellen mérkőzésük. Ugye Barry Van Peer elvesztette januárban a turkárdját, tehát ő most idén a Challenge Touron jeleskedik. Ettől függetlenül Hildesheimben ott volt a Players Championship fordulón, bár nem nyert csak egy mérkőzést a kettő fordulóból. Ugyanezt nagyjából elmondhatja Jules Van Dongen is, mert hogy ő viszont ugye friss turkár tulajdonos, és ott volt idáig minden Players Championship fordulón, de az összesen 8 fordulón összesen 3 mérkőzést tudott nyerni. Igen, ugye ebből kifolyólag, amit te is elmondtál, ugye ezt mindig majdnem minden párosításnál lesz szoktuk görgetni ezeket a kötelező tiszteletköröket, hogy Van Dongen a turkárdosok számára kiírt selejtező versenyről került be, ami még február 20-án volt. Neki 2 mérkőzést kellett játszani a selejtező során. Először legyőzte Scott Williams-et 6-4 arányban, 91,21-es átlaggal, majd pedig Gian Van Wien ellen tudott győzni szintén 6-4 arányban, ott már 102,8-es átlagot hozott össze. És Barry Van Peer, mivel az Associate Members Qualifierből jutott be erre a tornára, akárcsak egyébként a délután folyamán még látható Andy Bolton, de közben nézzük a 150-et, jó. Nagyon jó. Ó, nem fölött lesz a második. Meg. Tripla 14 a vége, gyönyörű 118-as kerekítéssel marad a 32, most már szerintem megvárjuk a kiszálló csatát, és akkor utána visszatérek még Van Peernek a menetelésére. 10-es és a dupla 20. Lehetett látni, hogy lenyomja egy picit a drótot, nagyon közel volt. És az viszont a helyén van, 16 nyilas játék. Ó, tehát Barry Van Peernek az Associate Members Qualifier-en lényegesen több mérkőzés szám szerint 5-öt kellett játszania, és szépen sorban 5-2 arányban Stefan Belmontot, majd 5-1 arányban Jack Maint, majd megint 5-2 arányban Jeron Miokot győzte le, ugye vele többször is találkoztunk. Igen. Már az idei European Tour sorozatban. A negyed döntőben kiosztott egy 5-0-át Michele Turettának, és az elődöntőben, ami már a bejutásról döntött, ott az osztrák Mihály Paus ellen 5-4-re nyert. A legrosszabb átlaga egyébként az 5 mérkőzés során az a 85,97-es volt Jeron Miok ellen, de volt itt 96-os, 92-es, 91-es, úgyhogy képes a jó játékra Barry Van Peer, de nem véletlenül 4-szeres ifjúsági Európa bajnok. És egyelőre úgy néz ki, hogy ami volt neki akadása, bár
nekem egy kicsit úgy tűnik, hogy nem múlt el azért teljesen, de mint hogyha tudná kezelni. Igen, lendületből dob nagyon, nem áll meg nagyon célozni, csak jól megnézi és odahelyítja. Mondhatnánk azt is, hogy akkor egy tipik holland dobó mozdulattal rendelkezik, de egyébként nem. És még egy cipla nem jön, így 64 marad, de legalább kiszállón van. És hát ahogy arra lehetett számítani, ugye erről beszélgettünk a múlt héten, hogy tekintettel arra, hogy most egy a szokásostól eltérő lebonyolításon, ugye most a szombat a péntek. Igen. És hát ennek köszönhetően, hogy szombat az nem munkanap Németországban sem. Így nagyon szépen megtelt a nézőtér itt a Kulturhalle Zenitben, ami mondjuk egy közel másfél milliós város esetében nem is hátrány. És megvan a kiszálló 64-ről, nagyon szép 15 nyilas játék. Eddig 2-2 a kiszállózása. Barry Van Peernek, Van Dongennek volt egy lehetősége a duplán, azzal nem tudott élni. Ellenben most szépen kezd. 180! Megjött az első. Adhatok neked egy kis plusz feladatot? Hallgatlak. Gyorsan meg tudod nézni, hogy mennyi volt eddig a rekord ezen a tornán? Ugye ezt, ha jól azonnal megmondom neked. Négyszer rendezték meg eddig a German Darts Grand Prix-t. 2020-ban és 2021-ben kimaradt a Covid miatt. Na, igen. Közben megvan a negyedik. Jó, az ötödik alatta. Ötödik az már nincsen. Az első hármat kivétel nélkül Michael van Gerwen nyerte meg. Igen. Viszont a tavalyit azt már Luke Humphries, úgyhogy ő a címvédő jelen úgy pillanatban. Van. 140. Azt mondja, hogy 180-akkal pedig úgy állunk, hogy nem találom, de azonnal mondom. 57. A váltás tripla 17-re jó volt Van Peertől, vissza kellett menni 20-asra, nagyon szép 131-essel marad a 130. Egy fokkal könnyebb kiszálló, mint a 164, de Van Dongen jól kezd. 88 pontja maradt, tripla 16 vagy tripla 20, bármelyik jó lehet. Na, közben megtaláltam, nem ott van, ahol szokott lenni. 215 a legmagasabb. Ez a rekord, össze, igen. Ezt bőven túlszárnyaltuk múlt héten. És a dupla 5! Aj, de szép! Hát Van Peer nem tud hibázni a kiszállón, 3-3. És itt van a torna első 100 pluszosa, egy nagyon szép 130-as. És nem mellékesen, ez egy 12 nyilas játék volt a holland részéről. Hát egyelőre zseniális, amit művel. Szóval 2018-ban sikerült 215 darab 180-at oda helyezni a táblába. És a legkevesebb pedig rögtön utána 2019-ben 188. Az se csúlva. Nagyon jön, 140. 140. Jelen pillanatban 108,8-es átlagon Barry Van Peer, 115,91-es első 9 nyilas, zseniális eddig, amit művel. Azért azt kell, hogy mondjam, hogy első mérkőzésen, főleg úgy, hogy délután ilyet a első mérkőzésén, első fordulóban nem nagyon szoktunk ilyen teljesítményt látni. Nem, igen, az első meccs mindig olyan kicsit a námaskás, olyan, na jó, akkor kezdjük el ezt a játékot típusú irigylem George Noble-nek az okniát. Kellene még egy tripla 17-es. Nem jött. 66 pont maradt így, tripla 10 vagy bull, vagy tripla 14. Bullra ment. Szép, maradt az 51, 41. Mindössze Van Dongentől, nincsen kiszállón. Kicsit megzavart ez az előző leg, szerintem, Jules Van Dongent. És továbbra is 100%-os a kiszállózás a Van Peernek. Eddig ez tényleg egy non plus ultra, amit produkál. Ismét szépen kezd Jules Van Dongen. 140. Nyilván azt nem mondom, hogy ezzel a játékkal bejelentkezik a torna győzelemért, mert azért legyünk őszinték, nem tartozik a főesélyesek közé Barry Van Peer, de az, amit eddig látunk tőle, igen, az nagyon komoly. Tavaly is itt volt a German Darts Grand Prix-n, és tavaly is túljutott az első körön, úgyhogy ilyen szinten már rutinos
játékosnak számít itt. Igen, és hogyha már a tavalyi évet szóba hoztad, pont Van Peer esetében volt ugye egy eléggé unortodox kiszálló 124-ről. Igen. Ott két tripla 14-es, és utána a dupla 20 a végén. Igen. Hát ki hogy batekozik. 85 mindössze Van Dongentől. Még mindig pont előnyben Van Peer, úgy, hogy kevesebb nyilat használt el ebben a legben. Most egy kicsit belasít 57, de hát 164 kiszálló, igen. Itt ugye figyelni kellene a matekra Van Dongennél, tripla 19-essel kezd, még mindig akkor lent kell maradni 19-esen, és menni kell a búra. Nem, ő tripla 20-ra ment. Így marad a 180, úgyhogy Van Peernek még mindig van 6 nyila, hogy megoldja a 164-et. 64, megmaradt azért neki. Közben megnéztem gyorsan, hogy úgy néz ki, Very Van Peer fog Josh Rockkal játszani a holnap a második körben. Hát, hogyha mind a ketten tudásuk legjavát tudják oda pakolni, akkor az egy nagyon komoly mérkőzés lesz. És egyébként a dolognak a pikantériája, de megvárom a 64-es kiszállót. 16 és a dupla 20. Na most itt van az első hiba a duplán Van Peertől. Igen, hát egyébként könnyen a legjébe kerülhet, amennyiben Van Dongen megoldja a 85-öt, tripla 15, nem, tripla 19-et szeretett volna, 16 és az is jó. Tripla, akkor dupla 9 a vége. Igen. Most gyorsan ő is kiszámolja. Benne van! És meg is csinálja! No, nem lesz nullázás. No, tehát a dolognak az a pikantériája, hogy a holnap délutáni etapnak szintén az első meccsét fogja játszani ennek a párosnak a győztese, csak akkor már Joshok lesz az ellenfél. Úgyhogy azért van annak egy diszkrét bája, amikor a szervezők annyira odafigyelnek, hogy kétszer is délutáni program első mérkőzésére meg legyen a 24 óra pihi. Így van. Az alámenet le kell váltani, 19-esre, ott szépen jön a tripla. 96. És ezzel ugye egy olyan pontérték maradt Van Peernél, amiről le lehet érkezni három triplás körrel kiszálló értékre, azért ez nagyon nem mindegy. Főleg, hogy Van Dongen most nagyon megtalálta. 142-27 maradt. De itt nem jön a 180, úgyhogy itt sem lesz kiszálló. 100 azért ott van. 227-re 3 szimpla is elegendő, de nyilván a tripla az jól jönne, főleg 2. De nem jön, egy még azért még mindig jöhet. Jött is, 127 a maradék. Erre talán rá fog tudni dobni. Nagyon jó kezdés. Aj, de gyönyörű! 133. Az utolsót az búra szánta. Így is maradt 114, nem rossz. Van Dongennek egy picit azért nehezebb dolga van ezzel a 127-tel. Tripla 19 és bulla vonulat. Megvan az tripla 19. És a bulla végére. Oh! Akár rá is dobhatott volna, ha már van rá esélye. Ez a 114, ez a mai Barry Van Peernek nem nagy probléma. Kell a tripla. Jött. És a dupla 19. Az oh! is jó! Hát hogy ne jönne? Második 120-os kiszállója Van Peernek a mérkőzésen. 130 után 114 is. És ami az ő szempontjából nagyon fontos, hogy tudta tartani a saját kezdését, és továbbra is megvan a kettős brékelőny. Innentől kezdve Van Dongennek nem lenne szabad hibázni, ha erre bekezd egy 28-assal. Teljesen széthullott. Van Peerben nem tudom, mit ebédel, de én is kérek egy tányérra. Lehet, hogy a sarki kebabosnál volt. Bevert valami jó csíp, hagyma csípőssel, aztán... És most siet. Most meg sietnie kell. Tényleg első fordulós mérkőzés, ráadásul egy Associate Member Qualifierből érkező játékostól nagyon ritkán látunk ilyen. Jó, ilyen hát azért nem. Barry Van Peer ugye megjárta már kétszer is a Pro Tour kártyások. Persze, tehát azért tisztában vagyunk azzal, hogy mire képes, hogy milyen kvalitásai vannak.
ettől függetlenül jó kimondani azt, hogy igen. Tehát, egy kvalifikáns. Hogy tényleg egy olyan játékos, akinek méltó helye van ebben a mezőnyben. Egy úgynevezett oldalági rokon. Igen. 49-es mindössze Van Dongentől. 85,31-re le is esett az átlaga az amerikainak. De teljesen, szerintem feladta. Nem tud mit kezdeni Fempérrel. Annak ellenére, hogy egyébként úgy tűnik, hogy Fempér ezt a leget azért nem tolja túl, tehát megvan neki a pont előnye, de szerintem nem fog kétségbe esni, ha véletlenül nem sikerülne 6-1-en lezárnia, hiszen első pályáról 5-2-nél nyugodtan tud jönni. De hát egyelőre Van Dongen nem jelent komoly ellenállást. Nem lesz meg a 170. Nagyon jó, tripla 18. 72 maradt. Éppen, hogy leesett 100 alá Fampérnek az átlaga, jelenleg 99-85, de szerintem ezért a legkevésbé sem fogja zavarni. 85. Kiszállom van ugyan Van Dongen, de hát a 72 magassága ideig sem okozott nagy problémát. Rá fog menni a 14-esre, így van is a bulla végére. Az most nem jön neki össze, ellenben a 142 ettől a Van Dongentől, akit jelenleg látunk majd, hogy nem a lehetetlen kategória. Nem is volt rá fölkészülve, hogy ő erre most fog is dobni. Tripla 19. Az sincs. 76 marad így, és akkor meg lehet oldani a 25-öt. Dupla 8. És az is megvan. Nagyon szép. A vége egy picit nyögvenyelősebb, 20 nyilas játék, összességében 97,21-es körátlag Barry Fampérnél, 75%-os kiszállózással, míg 83,97-es átlag Van Dongennél, 33%-os kiszállózással, mindössze 3 nyila volt az amerikainak rádobni a duplára. Úgyhogy a holnapi nap folyamán Josh Rock, Barry Fampér találkozóval fog kezdődni a délutáni etap, mi pedig egy rövid szünetet követően folytatjuk egy skót-angol meccsel, jön Alan Suter és Lee Evans. Szünet!